sokat köszönhet a Csillagok háborúja a Star Wars The Clone Wars animációs sorozatnak. Nem véletlen, hogy a 2008-ban indult széria egyike volt azoknak az alkotásoknak, amelyek túlélték a Disney érkezését, és továbbra is a kánon részét képezik. A The Clone Wars atya Dave Filoni azóta leszállította már animációs fronton a Star Wars Rebels és Star Wars Resistance sorozatokat, dolgozott a The Mandalorianen, és ő felel majd a készülő The Book of Boba Fett, Ahsoka és Rangers of the New Republic sorozatokért. Filoni a Lucasfilm azon kevés alakjai közé tartozik, akik még élvezik a rajongók maradéktalan bizalmát, ezt a bizalmat pedig számos alkalommal meg is szolgálta az évek során. A The Clone Warsnak hála nem csak olyan zseniális karaktereket kaptunk, mint Ahsoka Tano, hanem a mozifilmek sótlan klónkatonáit is sikerült szívvel, lélekkel, személyiséggel felruházni. Rex százados, Cody parancsnok vagy Fives és Echo mind-mind valódi egyéniségek, a klónoktól pedig a köréjük épített animációs széria 2020-as lezárása után sem kell elbúcsúznunk. Most tartal el ugyanis a The Clone Wars spin-offjának tekinthető The Bad Batch, mi pedig ebben a videóban azokat az infókat szedjük össze, melyek birtokában teljesen felkészülten ülhettek neki az új sorozatnak. A Star Wars The Bad Batch a 99-es klónegység kalandjait folytatja. A csapattal először a The Clone Wars záró évadában találkozhattunk. Az egység különleges génmutációkon átesett, alapvetően selejtesnek tekinthető klónokból áll, ezek a mutációk viszont a legkeményebb harctereken bevetett és öngyilkosnak tűnő küldetésekre kijelölt katonák előnyére váltak, és persze a nagyképű, szabályt nem tisztelő fene gyerekek mindig sikerrel járnak. A csapatot Hunter vezeti, aki bámulatosan bánik a késekkel, tehetséges nyomkövető, valamint kiváló közelharci képességekkel rendelkezik. Itt van még mellette Wrecker, aki egy emberfeletti erővel bíró izomkolosszus. Tech a banda legokosabb tagja, mondanunk sem kell, hogy zseniális technikus. Crosshair pedig egy hajszálpontos találatokat szóró mesterlövész, és vele be is zárul az alapgárda felsorolása. A 99-es klónegységhez csatlakozott még Echo is, akit a The Clone Wars sorozatból ismerhettünk. Korábban a Dominó szakasz és az 501-es légió tagja volt, de halottnak hitték. Valójában mindvégig a szeparatisták tartották őt fogva, meg is kínozták, hogy fontos értesüléseket szedjenek ki belőle. Nem szabad továbbá elfeledkezni az előzetesekben már megvillantott új szereplőről, az ifjú Omegáról sem. Ő egy fiatal női klón, aki több mint valószínű, hogy mutációnak köszönheti a többiekétől eltérő nemét. A Star Wars The Bad Batch a klónháborúk lezárása és a 66-os parancs kiadása után helyezhető el az idővonalon, hiszen az uralkodó gigantikus hologramként szól a klónokhoz, így világos, hogy már magunk mögött hagytuk a szitek bosszúja eseményeit. Láthattunk olyan jeleneteket is, amelyekben még szeparatista droidok szerepeltek, ezek feltehetően visszaemlékezések, de az is lehet, hogy a sorozat a háború végnapjainak bemutatásával indít. Már az előzetesekben is felsejlett a Star Wars azon vonala, ami sok rajongó szívét megdobogtatja. Ez a korszak sok kapcsolódási pontot jelenthet a korábbi filmekhez és sorozatokhoz, és végre újra kidomborodhatnak annak az előnyei, hogy egyetlen nagy, egységes kánonban kap helyet minden mozi, könyv, sorozat, videójáték és képregény. A galaktikus birodalom regnálásának kezdete olyan izgalmas időszak, amiről bőven van még mit regélni, a Bad Batch tagjai pedig kiváló történetmesélők lehetnek. Ez lesz az első alkalom, hogy belekukkanthatunk a birodalom legelső éveibe. Sokféle helyszínt is megmutattak az előzetesekben. Az garantált, hogy klónjaink visszatérnek a Kaminóra. Felbukkant egy sárgás bolygó is három holddal, ami simán lehet a fűszerbányáiról ismert Kessel. Biztosra vehető továbbá, hogy Zigéria és az ott élő rabszolgatartók is szerephez jutnak a The Bad Batch-ben. A trélerekben láthattunk még egy dzsungeles terepet is, ami akár a Felúcia is lehet. Az a bolygó, ahol a klónok végeztek Isla Secura Jedi lovaggal. Feltűnik egy roncstelepnek kinéző bolygó is. Nagyon szeretnénk, ha a Brakka lenne az, mert így lehetőség nyílna arra, hogy kicsit a videójátékkal is keveredjen a sorozat, elvégre itt bujkált a 66-os parancs kiadása után a Star Wars Jedi Fallen Order főhőse, Cal Kestis. Felfigyelhettünk még egy kék bolygóra nagy gépesített területekkel, ami elképzelhető, hogy az Odu. Itt dolgozott kutató csapatával Galen Erso, halálcsillag mögött álló kreatív elme, szóval még az is elképzelhető, hogy valami kép a Zsivány 1-es egy Star Wars történettel is összekötik a sorozatot, bár most már tényleg nagyon elmentünk a teória gyártás irányába. Nagyon úgy fest, hogy a Bad Batch tagjai nem engedelmeskedtek a 66-os parancsnak. Lehet, hogy bennük valamiért nincs meg az ezt aktiváló chip. Mindazonáltal teljesen egyértelmű, hogy a sorozatban szembefordulnak a birodalommal, és a többi klón épp őket fogja üldözni. Valamiért a korábban említett Omega is csatlakozik hozzájuk, az viszont egyelőre még nem tiszta, hogy mit is kezdenek majd az ölükbe pottyant szabadsággal. Zsoldosnak állnak, hogy valami nemesebb cél hajtja őket?
Alig várjuk, hogy kiderüljön. Régi ismerősökből minden esetre nem lesz hiány. Ezt nyomatékosították már a premier előtt kiadott kettcsinálók is. Biztosan szerepelni fog a sorozatban például Fennec Shand, akit Ming-Na Wen alakításában láthattunk a The Mandalorianben, és minden bizonyal találkozhatunk még vele a The Book of Boba Fettben is. Az előzetesekben feltűnik még Tarkin, aki rangjelzése alapján ekkor még nem kapta meg a Moff címet, egyelőre csak admirálisként szolgálja a birodalmat. A fiatal Sogerrelre sem maradt ki a sorozatból, ez még egy összekötő kapocs a Bad Batch, valamint a Zsivány 1-es, vagy akár a Fallen Order között. Ne feledjük, hogy Gerrera az említett filmben és játékban is szerepelt. És végezetül itt lesz még sokak kedvenc klónja, a Rex százados is, aki ugyebár Ashokával együtt menekült el a Star Wars The Clone Wars legvégén. Május 4-én a hivatalos Star Wars napon kezdődik el a The Bad Batch egy szokatlanul hosszú 70 perces epizóddal, május 7-én pénteken pedig már jön is a második rész. Remélhetőleg a most elhangzott információk birtokában már bárki úgy csöppenhet bele az eseményekbe, mint egy valódi Star Wars veterán. Lent a kommentek közt írjátok meg, ti mit vártok a sorozattól. Ha elnyerte a tetszéseteket ez a videónk, akkor egy lájkkal tudjátok azt jutalmazni, amennyiben pedig még nem tettétek volna, bátran iratkozzatok fel a csatornára, és bökjétek be a csengőt is, hogy értesítést kapjatok a legfrissebb tartalmainkról. Ha támogatni szeretnétek a munkánkat, akkor erre a csatornatagságon keresztül van lehetőségetek, erről minden infót megtaláltok a leírásban található linken. Hamarosan újra találkozunk, addig is az erő legyen veletek. Sziasztok!